A karcagi értékekkel, hagyományokkal ismerkedett csapatépítő céllal a Pruhmán csapata. Üdvözlöm Mertlik Rajmondot, a Pruhmán Kft.-nek a rehabilitációs vezetőit. Itt vagyunk Karcagon, és itt a birkafőzés napján is a csoportnak egy különlegességgel készültek számolva nekünk. Erről mi volt ez? Hát csapatépítő jelleggel a tradicionális karcagi birkát készítették el a dolgozók, és hát minden egyéb süteményekkel készültek, még a karcagi nevezetességgel, a Ferdinánddal ugye. A csapatépítőn kívül miért tartottátok fontosnak, hogy összegyűjjetek? Hát a birka pörkölt ünnepének alkalmán kívül és a csapatépítésen túl jelen vagyunk egy standal a város szívében, a művelődési háznál, és elindítottuk a toborzásunkat, egy nagy fejlődés előtt állunk, és várjuk szeretettel az összes megváltozott munkaképességű munkavállalót kellemes környezetünkbe. Nyilván itt ugye beszéltünk a birka pörkölt napjáról, beszéltünk arról, hogy egyfajta pakoló standal is részt vesztek most a mai napon. Egy kicsit kapcsolódik nyilván az, hogy egy csapat vagytok, csapatépítő, és a birkafőzés kapcsán ugye a hagyományőrzés, amely ilyenkor talán kidomborodik. Ti kis közösségetekben hogyan valósul ez meg, és miért fontos, hogy ha valaki ugye a csapatotok tagjává válik, ezt a szellemiséget elsajátítsa? A csapatunk tagjainál nagyon-nagyon fontos, tehát karcaggal együtt élve, lélegezve, és a helyi hagyományőrzés szokásokat ugye megismertetik velünk, mert hát az ország minden pontjáról szoktunk érkezni cégen belül, és ugye megismerjük itt a Hortobágy nevezetességét, és minden egyéb népművészeti készítményeket és szokásokat is. Én itt szónakiként egy kicsit közelebb vagyok, de számomra is új.